Átvették diplomáikat a Komáromi Selye János Egyetem református teológiai karának végzős hallgatói. Idén első alkalommal közös ünnepi alkalom volt ez a Komáromi Egyetem és a szlovákiai református keresztjén egyház életében. Egyrészt átvették az oklevelüket a teológiai kar végzős hallgatói, másrészt pedig az egyház segédlelkészeket bocsátott ki. Ezzel is jelképezve, szimbolizálva és üzenve a környezetnek, a világnak, hogy az egyház és a teológia összetartozik, és a mi végzőseink, főleg a felvidéki teológusaink, azok itt ebben az egyházban, a Szlovákiai Református Keresztény Egyházban lépnek majd segédlelkészi, majd pedig lelkészi szolgálatba. A végzetteink és a most kibocsátott két teológus, Cseh Lajos és Somogyi Máté, október 1-ével már a felvidéki református egyházban segédlelkészi szolgálatukat fogják elkezdeni. Az istentisztelettel egybekötött ünnepi diplomaosztó közgyűlésen 14-en vehették át oklevelüket. A missziológia diakónia szociális gondoskodás szakon 4 hallgató végezte el az alap, 5-en a mesterképzést. 5 hallgató pedig teológiai tanulmányait fejezte be sikeresen. Cseh Lajos Rozsnyón lesz segédlelkész. Egy szavalóverseny volt, amit egyházi berkeken belül rendeztek meg, és akkor erre mentem el, és itt volt egy istentisztelet, ami arról szólt, hogy ha az Isten ide helyezett bennünket, akkor itt is válasszunk lehetőleg egyetemet és oktatást, tehát ne menjünk külföldre, mert hogy az Istennek itt van célja velünk ezen a vidéken. És ezért választottam a Selye János Egyetemet, mert az helyben van, közel van, magyar nyelven van oktatás, és református teológia a felvidéken máshol nincs, csak evangélikus, szlovák nyelvű Pozsonyban. Úgyhogy ebben egy isteni vezetést éltem meg, és így jöttem végül Komáromba a Selye János Egyetem református teológiai karára. Végeztem májusban, és akkor most szeptemberben volt egy lelkészképesítő vizsga, amit sikeresen teljesítettem. Így az egyházi tisztviselők is meggyőződtek arról, hogy a kellő tárgyakban felkészült vagyok, és segédlelkészi szolgálatra alkalmas vagyok. Sikeres államvizsgát tettem. Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakalár szakon, és azért választottam az egyetemet, mert a lakóhelyemhez ez a város volt a legközelebb, nagyon szimpatikus volt, és a szociális területen dolgozom a mindennapokban, így a végzettség megszerzése is elengedhetetlen volt a munkámhoz. Nagyon jó élményekkel gazdagodtam a 3 év alatt, és folytatom a tanulmányaimat. Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szakon végeztem, bakalár szinten, és azért választottam ezt a szakot, mert mindig is az életem része volt az, hogy az embereknek való segítség nyújtás az fontos, és ezt professzionális szinten is így végezhetem. Folytatom mesterképzésem. A Selye János Egyetem református teológiai karának ebben a tanévben 53 hallgatója van. 14 embert elengedtünk, és körülbelül ennyien jöttek a mostani akadémiai évben az első évfolyamba, aminek örülünk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi esztendőkben egyre kevesebb a hallgatónk, egyre kisebb a teológusoknak az évfolyamában a létszám az elsősökében. Ezért most is megragadom azt az alkalmat, hogy a sajtón, a kamerán keresztül többekhez szólhatok, segítséget kérünk. Az imádság segítségét kérjük, hogy küldjön az Úr szolgákat ebbe a szolgálatba. A jövőre nézve az elsődleges feladatunk az, hogy a teológiának a népszerűsítését, a teológiának a nevét valahogy megerősítsük, bevigyük a köztudatba, hogy lehet nálunk a Selye János Egyetemen, azon belül a református teológiai karon szent tudományt is tanulni. A Selye János Egyetem keretében 19 esztendeje képeznek református teológusokat, és 2009-től a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás tanulmányi program is elindult.